Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a gyorsvonatlommal, és az Intercity részeadásul, mert most vettem helyet, hogy legyen helyen. Egyébként éppen a déli pályaudvaron vagyunk, még nem indult el a vonat, és majd Balatonszászlóra fogok menni, és hétvégén ott leszek. Úgyhogy remélhetőleg mindjárt a vonat is elindul, és ha nem késünk semmit, akkor körülbelül egy bőkét óra múlva már Szászlón leszek, onnan majd jelentkezek ismét. A vonat útra nem valószínű, de hogy megérkeztem Szászlón, akkor azonnal jelentkezek, hogy tartsatok velünk, majd a hétvégén is valami videóanyagot megpróbálok összedobni. Remélhetőleg jó időnk lesz, bár most nem úgy tűnik, mert az előbb még az eső esett, de már kisütött a nap, hogy ilyen össze-vissza időjárás van most. De reméljük azért még tudunk fürödni, és meg ezért jó időnk lesz, reménykedni még szabad. Sziasztok! Na, sziasztok! Közben megérkeztem, akkor Balatonszászlóra, a vonatot is leszálltam. Egyenlőre most már csak a tett helyre kell elérni, az meg nincs is innen már messze. De elvileg 5 perc majd fog jönni egy busz, azt még megvárom. Hát valami érdekesség. Meg hát egyébként is még bőven ráélek, mert jóval korábban értem ide. Most azért a vasulat az illeti dicséret, mert csak 5 percet késett az express vonat. És így viszont nagyon hamar itt voltam, tehát én rászámoltam még legalább egy fél órát. Úgy általában azért nyári menetrendben Balatonparton, hogyha Mávról van szó ennyit, azért még nem állt néha, mert ez be szokott jönni. És értem, meg ott van szemben a busz megálló. Elvileg 42-kor jön egy busz, mert most 35 van, úgyhogy vagyis már 37 szerintem, mert az eltett már egy pár perc, mire elkezdtem vlogozni. Úgyhogy ugye még egy kicsit várok, meglátjuk, hogy a busz pontosan jön, akkor azt én megvelem, és akkor azt levideózom. Aztán megyek. Ezt nézzétek, srácok, érdemes volt várni. Ikarusz, ráadásul dupla lámpás. Na, erre viszont fotót is csinálunk. Sokan fognak felszállni, lesz rá idő. Ez van, akkor viszont megyünk tovább arra. Hát ott lesz majd egy meredek kaptató, azon föl kell menni, és aztán még utána egy kicsit gyalogolni, de akkor innen már nem vagyunk. Úgyhogy majd később jelentkezem. Még lehet, hogy fürdős rész is lesz benne, meglátjuk. Egyébként innen jövök. Ott volt a buszforduló, ahol az Ikaruszt lekaptam, úgyhogy ez ennyi. Szállása, megérkezés, lepakolás, ez lesz most a következő program. Meg elfogyasztani a magammal hozott sört. Úgyhogy sziasztok! Láttátok, ez egy Ikarusz volt, ezt megérte megvárni, és nézzétek meg, a kedvenc fagyizom, sokszor voltam már itt, és mindig, amikor megérkeztem, itt álltam meg fagyizni, hát ez most úgy tűnik, hogy sajnos bezárt, úgyhogy hát sajnálom, mert itt mindig jó volt a fagyi. Most is ettem volna egyet, hogyha nyitva lett volna, de ez sajnos úgy tűnik, hogy ennek annyi. És akkor, amiről beszéltem nektek, ez a meredek kaptató. Ez lesz az utolsó kihívás ma, ezen fölmenni. Hamarosan meg is érkezek. Úgyhogy ennyi, aztán majd szerintem fogok még majd jelentkezni. Lesz benne egy kis fürdés, egy kis sörvlog remélhetőleg. Még lehet, hogy gameplay is lesz, ki tudja. Lehet, hogy majd este mondjuk játszunk valamit, majd neten, de bár hiszem. Nem azért jöttem ide, hogy itt is a gép előtt üljek, hanem muszáj. Úgyhogy meglátjuk, remélhetőleg fürdés is lesz, bár most éppen nem olyan, bár kifejezetten rossz idő sincsen, de olyan nagyon strandidőse, meg nagyon kánikulás, hát meglátjuk, hogy mit hoz majd a hétvége. De az biztos, hogy ha egyszer lejöttem a Balatonra, akkor fürdetni is fogok benne. Ez eddig mindig is így volt, akár egyszer Balatonnál voltam, mindig megfürdöttem benne. Akkor is, amikor nem kellett volna. Lásd, mint a középiskola másodikos osztálykirándulás, hogy aztán másnap egész nap látszasson a vizéfertelenk, és ki se tudja kérni a szobából. De hát mindegy, ilyen is volt. Most azért remélhetőleg ilyen már nem lesz. De hát akkor még ennyire sem voltam normális, mint most. Basz meg! Jó, és közben itt elhagyok mindent. Potyog itt le minden.
a kaja egyik, a másik kaja meg ott fő, a bogadásba. Mindjárt jön a zuhé. Ez az, na. Megcsinálták a sineket, de zajvédőfalakat is raktak ki, kevésbé lehet rá látni. A helyzet mióta a zajvédőfalakat ide építették, már nehezebb innen trainspottingolni. Azért még mindig nem lehetetlen. A vonatodnak a teteje azért látszik innen is. És megjött a zuhé. Itt a zuhé, nagyon. Ja. Jó. A legfontosabb az ki lett menekítve a hadszintéről. És most leszakadt az ég. És megjött a nagy zuhé. Ezt nézzétek. Hogy keni. Nem baj, a fontosabb dolgok biztonságban vannak helyezve. És lehet, hogy ennyi is volt, most mintha aláfagyott volna. Na, lessetek be a bűnbarlangba is. Szomjan halni, most se fogunk. Ez itt mind arra vár, hogy megígyük. Ez csak is a bűnbarlang. És itt a Balaton. Balaton szászó strand. Szerintem ennyire hideg. De mindjárt megvizsgáljuk kicsit közelebbről a vizet. Hát nem éppen meleg, az biztos. Legalább 20 fokos a víz. Ott a kosárlabdapálya, ott a foszipálya. A Balaton pedig még mindig kellőképpen nedves, és nagyon magas a hidrogén tartalma. Na hát, jó reggelt mindenkinek, így 11 óra után. Jó kis reggeli, meg volt alvás, meg volt, lassan megyünk strandolni. Egyébként ez a jó kis vacak az itt van. Már egész jó kezdtem belakni. Úgyhogy meglátjuk, a strandon nem fogom levinni a kamerát, úgyhogy ott nem lesz valószínűleg videó. Majd levizem a kisebbet, az SE 4000-et. Úgyhogy majd ott jelentkezek. Na. Hol majd? És most és is el egy vonat. Ja nem egy autó jön. Egyébként a vasó csincs innen messze is ide hallatszik. Na majd legközelebb. Arról csináltam, most csinálok videót is. Csak most így kiszedem, és akkor egy hang is lesz. Nem arra gondoltam, hogy egy vízbe csináltam. Nem majd, de majd be fogom vinni, csak a partról csináltam, de majd be fogom vinni.
Én mondhatom, hogy itt vagyunk, és most éppen iszunk. De. És így. Megmondom, hogy jön-e a végén. Nem, az egy sorgyőző. Megyünk a piáért. Megyek én, hogy én. Maradjál a foci VB-nél, és nézem a VB-t. És szerintem mindjárt érkezik az innivaló érkezik, az ennivalóra még várni kell. Egyébként itt közel van a vasútállomás is, csak most, csak itt pont nem lehet rálátni. Tudok neki, de hogy egy elbaszott pápát adtak az... Akkor, na lassan készülődünk hazafele, ez már vasárnap. Délelőtt már pakolunk össze. Hát tegnap nem nagyon volt a jelentkezés, majd csak a vízből lesz meg a vízpartról. Hát így jött ki, nem nagyon történt, semmi érdekes. Na de és mindjárt megyünk is haza. Úgyhogy egy összepakolás megvan. Esetleg még az úton jelentkezek. Hát akkor sziasztok, közben ismét Budapestre jöttem. Hát persze szerencsém volt, mert kocsival eddig elhoztak, most itt vagyunk a határútnál. Innen már csak meg kell várni egy 3-as villamos, és azzal egyenesen haza tudok menni. Úgyhogy végül is nem jártam osztó, és elég jó tempóba jöttünk, egy olyan másfél órán belül szerint fel is értünk. Ami azért egész jó teljesítmény. Vonattal volt kb. Egy olyan 40 perc, úgyhogy csak a délig. Én ugye délitől szászulik, úgyhogy végül is nem jöttünk rossz tempót. De ugye várjuk a villamost. Elvileg egy olyan 3 percen belül jönni fog. De mindjárt megnézzük ott az eredményjelzőt. Itt van mellettem. Igen. Igen, hát most 2 percet ír, úgyhogy remélhetőleg mindjárt itt lesz. Hát... Szerencsém alakul Hannoveri lesz, azt kicsit jobban szeretem, hogyha nem, akkor caf, de igazából mindegy. Hát megyünk azzal, ami éppen jön. Most nem válogatunk. Úgyhogy akkor egy olyan ennyi, szerintem ez itt a 100 túra ezzel véget is ért, úgyhogy sziasztok, majd találkozunk legközelebb.